Rácz Imre tűzoltó ezredes nyugdíjba vonulása után Kis Lászlót nevezték ki a Kapuvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség megbízott vezetőjének. Tűzoltói pályafutása 15 évvel ezelőtt Csornán kezdődött. Kis László is bejárta a ranglétrát, október 1-től irányítja a Csorna és a Kapuvári járást is magába foglaló kirendeltséget. Hát immáron több mint 15 éve indult a tűzoltói pályafutásom, még Csornán a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósággal kezdődött, ahol első körben a személyügyi, aztán a munkavédelmi feladatokat láttam el, majd rögtön szinte az elején, egy-két év után a tűzmegelőzési hatósági részre kerültem, ami a pályám nagy részét felöleli, és ahol szolgálatot teljesítettem szinte végig, tekintve a tűzvédelmi hatósági részt, majd a polgári védelmi részt, majd pedig az iparbiztonsági területen lévő hatósági részeket. Én úgy gondolom, és a kollégáimnak is ezt szoktam mondani, hogy tanulni mindig kell, hiszen az embernek folyamatosan kell fejleszteni magát. Az én esetemben ez rögtön úgy indult az elején, hogy egy alapfokú tűzoltó tanfolyamot kellett elvégezni, mint bármelyik másik tűzoltónak, aki vonulni szeretne és beavatkozni szeretne. Majd utána egy katasztrófa és tűzvédelmi szervező képesítést szereztem Budapesten a Katasztrófavédelmi Oktatási Központban. Erre ráépülve jöttek a későbbiek folyamán akár a tűzvizsgáló képesítésem is, de külső képzéseken is részt vettem, munkavédelmi technikus képzésen és egyéb képzéseken. Majd a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetében szereztem iparbiztonsági szakon a következő diplomámat, illetve biztonsági tanácsadóként veszélyes áru közúti szállítása kapcsán, a vasúti szállítás kapcsán és a belvízi szállítás kapcsán is biztonsági tanácsadó képzettségeket szereztem. A legújabban pedig a mesterképzési szakot végzem a Közszolgálati Egyetemen. Nagy lépés a pályafutásában, hogy megbízott kirendeltség vezető lett. Ez igazából milyen tevékenységet jelent? Igazándiból ez egy tényleg nagyon nagy lépés, hiszen eddig az ember csak egy-egy szakterületért felelt, legyen az akár egy tűzmegelőzéses, tűzvédelmi hatósági rész, akár polgári védelmi rész, egy védekezés irányító rész, vagy a veszélyes áruszállítás, veszélyes anyagokkal kapcsolatos rész. Most mind a három szakterület kapcsán felelőssége keletkezik az embernek, illetve az állománnyal való foglalatoskodás, az állományról való gondoskodás és a velük való folyamatos együttműködés, az ő irányításuk jelenik meg plusz feladatként. Milyen helyzetben van jelenleg a kapuvári kirendeltség? Ugye Csornai járás, Kapuvári járás tartozik ide, illetve hát vonulni néhány településre még kell a járásokon kívül is, tehát technikailag személyzet, humán erőforrás megvan-e? Én azt gondolom, hogy mindenképpen a kollégákkal kezdjük. Nagyon jó állományt kaptam Rácz ezredes úrtól, egy jól összefogott, kiképzett állomány, akik szinte úgy gondolom saját maguktól is tudják a dolgukat, és magas szinten tudják ezt végrehajtani. A hatósági rész tekintetében igen, tényleg két járás, Kapuvári és Csornai járás területén látunk el hatósági és szakhatósági feladatokat, viszont a távolságok és egyéb okok kapcsán a két járáson kívül Győr és Sopron irányába is vonulnak a kollégáim tűzesetek, káresetek felszámolásához. Az egységeknek megfelel a megfelelő felszerelés, mint gépjármű, mind egyéb technikai felszerelések? Az elmúlt években nagyon nagy fejlesztések történtek, gépjármű és technikai felszerelések kapcsán is. Azt mondhatom, hogy a kirendeltségek, tűzoltóságok nagyon magas szintű felszereléseket kaptak. A megfelelő módon el tudjuk látni a tevékenységünket, mindenképpen az állampolgárok biztonságát tartva szem előtt. Én úgy gondolom, hogy mindig van ugyan hova fejlődni, de jelenleg egy nagyon magas és nagyon jó színvonalon állunk. Mondom, beszélgettek Sallai Péter dandár tábornok úrral, hogy milyen célok jöhetnek még. Van, lesz-e valami változás, személyi változás a jövőben, vagy akár technikai fejlesztés? Személyi változást nem gondolom, hogy szükséges, hiszen megfelelő módon és jól működik az állományunk. Természetesen, hogy az idő előre halad, új és új technikai eszközök jönnek be, biztos, hogy lesznek ilyen irányú fejlesztéseink, de nincs olyan, ami igényelné a fejlesztést, hogy el tudjuk látni a tevékenységünket. Nem kell, mert hogy a tevékenységet megfelelő módon el tudjuk látni. Az önkéntesekkel is nagyon jó a kapcsolata a hivatásosoknak, bár ez a vírusos időszak beleszólt a versenyekbe, tehát az önkéntesek versenyeztetésébe, de talán felkészítésébe is. Ez valamilyen módon változhat-e a jövőben? Igen, sajnos a vírus beleszólt, és az idei versenyeink
nem kerültek megvalósításra. Én azt gondolom, hogy a jól kialakult baráti, szakmai, felügyeleti kapcsolatokat továbbra is fent kívánjuk tartani. Az önkéntes tűzoltó egyesületekkel együtt tudunk működni, akár tűzoltási, akár műszaki mentési tevékenységek kapcsán, illetve őket mi mindenben próbáljuk támogatni, segíteni, hogy ők is a saját területükön el tudják végezni ezt a tevékenységet. Mert ugye a sajtóban már megjelent, illetve a Rába közé televízió is közzétette, hogy változás van a kirendeltség vezetői poszton itt a Kapuváron. A városokban, a településeken mikor jelenik meg? Ilyenkor gondolom azért a vezetőkkel is találkozik, megbeszélik, hogy hát új irányítása van a kirendeltségnek. Így van, mindenképpen fontosnak tartom a személyes kapcsolatot. Azt gondolom, hogy nem kell új kapcsolatokat kiépíteni, hiszen a polgármester hölgyekkel és urakkal ismerjük egymást, de mindenképpen fontosnak tartom azt, hogy én fel fogom velük venni a kapcsolatot, és egyeztetni fogok velük. Biztos merülnek föl részükről kérdések akár a településükkel kapcsolatosan, vagy egyéb tevékenységgel kapcsolatosan. Igyekszünk velük továbbra is ugyanúgy, ahogy Rácz úr erre nekünk példát mutatott, együttműködni és egy irányba menni. Köszönöm. Köszönöm szépen.